Van, aki űrfotókhoz hasonlítja ezeket a képeket, vagy valamilyen különleges állathoz, tárgyhoz. Valójában az emberi szem íriszét láthatjuk ezeken nagyon közelről. A Pécsi Design 7 egyik partnere ez a stúdió is, ahová ellátogatott stábunk. Maga az íris fotózás itt történik, ennél a szerkezetnél, ez sokaknak lehet ismerős a szemészetekről, de most nem egy orvos, hanem egy fotós ül a másik oldalon, Keszthelyi Réka. Szia! Szia! No, hát hogy történik ez az egész folyamat? Ezen az állványon szokott lenni maga a gép, ezen még egy vakú, és akkor a kedves páciens beteszi, vagy hát nem is páciens, de elégfens beteszi ide az állát, egyenesen néz, ami egy elég összetett feladat, mint kiderült, hogy nem is olyan könnyű, csak úgy bambolni kifele. És mi meg elkészítjük neki pár másodperc alatt az írisz fotóját. Régebben láttam egy filmet, ahol pont az volt a téma, hogy mennyire egyediek az emberek írisszei. Ott valaki kereste a szerelmet, és egy újján született fiatal indiai lányban találta meg az írisze alatt. Igen, nagyon szeretjük azt a filmet, többen ajánlották már nekünk. Ez így igaz amúgy. Az írisünk egyedibb, mint az új lenyomatunk, sokkal több azonosító pont van rajta, sőt, még a kettő is különbözik. Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy írisfotózással foglalkozzatok? Van egy olyan piacirés, vagy van egy olyan fajta érdeklődés, hogy kifejezetten kikövetelték tőletek ezt a műfajtát? Követelés az túlzás. 2019-ben úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, mert mi is láttuk még régebben ezt valahol külföldön, és nekünk több eszem azért, mert tőltessem a Kovács Tamással csinálom ezt az egészet, és grafikai stúdiónk volt előtte is, meg most is van. Én fényképész végzettségű vagyok, meg grafikus, ő pedig grafikus, és gondoltuk, hogy vállalkozókedvűek vagyunk, kipróbáljuk hát, ha. Az első kitelepülésünk az Palkonyán volt, egy pincébe, kaptunk kölcsön egy pincét, és megnéztük, hogy tetszik a népnek, és hát nagyon tetszett nekik, úgyhogy több energiát és időt tettünk bele. Aztán kinőtte már úgy magát, hogy most jelenleg itt tudunk működni a Király utcába. Azt tudom mondani, hogy ez az íris fotózás nincsen nagyon korosztályhoz kötve. Mindenkinek izgalmas valamiért, különböző okok miatt, vagy mert a színére kíváncsi, vagy csak a párjával szeretne egy igazán különleges páros íris fotót. Akár ajándékként is adhatják ezeket a fotókat? Van ilyen szándék is? Igen, nagyon sokan, tekintve, hogy ez egy egyedi dolog, ennél egyedibet nem tudnak ajándékozni, úgyhogy van ajándékkártyánk erre a célra, karácsonyra, esküvőre, mindenféle alkalmakra szokták adni, szoktak minket ajándékba adni. Olyan szinten is szoktak, hogy legutóbb családi napra kértek fel minket, hogy ott a helyi dolgozóknak örökítsük meg a szemeiket, úgyhogy egy elég nagy fős rendezvényen kellett részt vennünk. Úgyhogy még így is ajándékoznak minket. Erre a célra van nekünk egy sátrunk, amivel ki tudunk települni, és igazából bárhol egy fél óra alatt felépíthető ez az egész stúdió, nekünk csak áramigényünk van. Készülhet egy íris tabló, egy egész társaságról, és akkor csak szemek. Itt igen, az is egy érdekes feldolgozása ennek. Általában ilyen két-három szemeket vagy egy családot szoktunk így összemontázsolni egy képre. Ilyen jó kis effektekkel. Milyen felszerelés kell a fotózáshoz? A fő része titkos, nyilvánvalóan, de amúgy mi ezzel a kis dobozzal járjuk az országot, így kell ez az állvány ahhoz, hogy fixen tudják az emberek tartani az állukat. Nyilván makró dolgokkal beszélünk itt, fényképezőgép szükséges hozzá, és akkor az utómunkához számítógépek, illetve egy nyomtató, mert helyszínen egy A4-es méretet tudunk kinyomtatni fotóminőségbe. Persze van lehetőség ennél nagyobbra is, csak azt nyomdákkal szoktuk létrehozni. Szerintem most nézzük meg, milyen fotók is készülhetnek itt. Itt vagyunk a fotóknál, melyek a legérdekesebbek, illetve hát ezen is látszik, hogy elég különleges dologról van szó. Nagyon sok ember hasonlít a dolgokhoz, általában barna szemekről a mars szokott beugrani nekik, vagy egy ilyen holdfelület. Iris árkoknak, vagy krátereknek is nevezik ezeket a lukacsokat például. Nyilván nekünk attól izgalmas, hogy iris, minél több ilyen elváltozás van benne, úgymond. Én sem vagyok a nagy szakértője, de már azért van tapasztalat, hogy különböző alkotó iriszek hogyan szoktak kinézni. Igazából az izgalmat szerintem inkább a színe okozza, hogy mi azt gondoljuk, hogy háromféle színű szem van, aztán igazából még az is kiderül, hogy zöld sincs, hanem a zöld az kékből és sárgából áll össze. És ez
sok félreértés szokott okozni a fotózás folyamán, hogy ő a zöld szemét várja, és mindig el kell neki mondani, hogy hát az a szín nem létezik, az így áll össze. Úgyhogy ennek megvan a maga érdekessége. Őket szoktuk szemeket így még külön összetenni, mindenféle effekttel, yin-yang effekt összerobbantott. Nagyon szeretjük ezeket a mostanában, ezeket a barna, zegzugos, ilyen érdekesebb íriszeket. Ez is például egy heterogrómiás szem, mint amiben a film is egy olyan hölgyről szól, amiről az előbb beszélgettünk, hogy ez egy barna szem, csak van benne egy részleges heterokrómia, ahol ő kék. És ezek nagyon érdekesek. Mai napig még járok úgy, hogy belenézel a kamerába delikvens, és rendesen meglepődöm, hogy meg tud újat mutatni. Hát ez is a szlogenünk, a néz a szemedbe. Ismerd meg a saját egyediségedet. Lehet ezekkel akár diagnosztizálni is, ahogy igen, hallottam. Az íriszünk, az összes idegvégződésünk ott van az íriszünkben, azt hiszem, nem tudom, hogy jól mondom, de én így olvastam, és ezekből lehet diagnosztizálni is. Pontosan azért különbözik a kettő íriszünk is, hogy a páros szerveket így különböztetik meg. Mi ezt nem csináljuk, van hozzá kontaktunk, meg nagyon érdekel minket ez a dolog, de nyilván ez egy felelősségteljesebb vállalkozás, úgyhogy inkább ajánlani szoktunk írisdiagnosztákat ehhez a dologhoz. Mi a szépségért fotózzuk, az pedig nagyon jó. Telefon háttérnek kiváló kép a falon, egészen 50x70-es méretig nagyítható, úgyhogy igazán jó dísze a lakásnak. Nem csak íriszeket fotóztok, van itt más különlegesség is. Igen, amit még mi kitaláltunk extra dolognak, hogy kisállatokat fotózunk alulról. Ezt egy üveglap segítségével tesszük. Kis kedvenceket felpakoljuk az asztalra, a gazdi segít nekünk, hozza a kedvenc útifalatot, és akkor gép ez az asztal alatt van, és ilyen távkioldalval fotózunk, rengeteg kép készül egy alkalommal, és utána közösen a gazdival, vagy inkább mi egyedül kiválogatjuk a legjobb fotókat, és hát nagyon-nagyon cuki képek készülnek. Picit vannak először megrémülve a kutyusok, illetve nem csak kutyusok, hanem macskákat is hoztak, mert meg még hörcsögöt is fotóztunk. De aztán megbarátkoznak ezzel, rájönnek, hogy nem állatorvosnál vannak, sőt még jutifalit is kapnak, úgyhogy nagyon-nagyon aranyos képek készülnek így is. Design hét van itt Pécsett, és ezt a hetet átszövi az, hogy művészet, dekoráció, alkalmazott művészet, tehát sok minden keveredik, sok minden fogalom. Te hogy látod a ti munkáitok, a ti fotóitok, azok mik akarnak lenni? Hova helyezhetjük el ezen a palettán? Én mindenképpen főleg az íris fotózást a művészet felé terelném, hiszen meg is adjuk ennek a módját, tehát sose úgy tekintünk rá, mint csak egy darab szemre, mert ez tényleg annyira különleges, ami bennünk van és a mi szervünk, hogy ennek szerintem szépen megadjuk a módját, hogy kellően reprezentáljuk úgymond. És a házi kedvencek fotózása pedig? A házi kedvencek meg egy olyan extra dolog, hogy akár meg dizájnnak is nevezhetjük szerintem, hogy azért ez egy portré, ez egy állatról egy igényes portré. És még egy kis csavar is van benne.